Hipa, cica, kári kityom, édes tukom, mégis van egy fél pénzem. Cica! Jön a hó, jön a mínusz 25 fok, jönnek a migrének újra. Szerbusztok! Mindenkinek gumicsónakkal teli szép hetet kívánok, ahogy elnézem az időjárást. Nagyon pocsogós, sziasztok! Na mondjuk ez még mindig jobb, mint hogyha a szöggel kivert cipővel kéne közlekedni az aszfalton, bár szerintem még ez sincs kizárva. Pénteken ez is eljön. Nyugalom. És beszisszent a sörös doboz. Természetesen valami megyes. Ah, ötösöm a lottón. Jó volt, Krisztián, múltkor én is egy elpattintottam egy adás közben egy dobozzal, de nincs itt nálam. Mindig elfelejtem, mikor rendelni kell. Én most leszaladtam direkt adás előtt, mert adás zárva a bolt, és akkor minek is. Úgyhogy most rákészültem. Mi összefonódtunk a végtelen is túl, Krisztián. Igen szakállaink is. Néha né azon kapom magam, hogy így, így, elindul egy irányba, és így neked is a túloldal így keresi a másikat. Jaj, most nézzük föl mindketten a holdra. Nem, nem, nem erre gondoltam igazából, hanem a mi történt veled a héten legszignifikánsabb része az ugye az volt, hogy én elküldtem valamit neked, és képzeld el, Fifika, már ki is nyomtattam újó, nem de én úgy érzem, hogy te vagy valami, valami bárlistán nála, mert hogy nekem megcsinált a pillanatok alatt, és valami nagyon új fejlesztés, hát nekem számomra legalábbis új, porból vétettünk, porrá leszünk jelige a szerkesztőségben. Mi ez, mi ez Mújó? Mit nyomtattál? Ö, hogy hívják, hogy nyomtattam neked, kérlek szépen? Egy zero, vagy mi a Nem, fel, a technológia, nem technológia micsoda. Igen, a technológiára gondoltunk akkor azt kérdez, hogy mivel nyomtattam, nem az, hogy mit nyomtattam. Azt is kérdezhetném, miben nyomtattad? Kérlek szépen, ez egy SLS technológiás 3D nyomtatás, ami a Selective Laser szinteringnek a rövidítése, és ez abban különbözik a többi már korábban beszélt nyomtatóktól, hogy ez nejlomport nyomtat rétegenként gyakorlatilag. Most jött ki a cég nemrégiben a termékkel, és ezt úgy kell elképzelni, hogy van a, van -e a build chamber ami gyakorlatilag egy ilyen fém hasáb, annak az aljára beszór egy kis egy réteg, vékony réteg nejlomport, és aztán azt lézerrel belerajzolja szokás szerint az egy réteget, ahogy a 3D nyomdatók szokták csinálni, aztán utána szépen rám egy következő réteg nejlompor, azt is szépen körbe nyomtatja lézerrel, és akkor így épül föl alulról az egész kócserek, és ebbe az a náj a más technológiákhoz képes, hogy itt gyakorlatilag a végén van egy teli hasább porod, és nem kell ugye aládúcolásokat, szapportokat tenni a modellekre, mert hogy az a az megtart mindent, és nincsenek ilyen levegőbe lógó darabok, mint a gyantás nyomtatással például, úgyhogy nem kell a szapportokkal szenvedni vele, és kijön a végén a jó kis műanyag. És ez pont olyan volt, amit küldtél, az ugye ilyen hajtogathatós hatós doboz volt, és az ezeknél kifejezetten jó, mert hogyha azt kinyomtatod gyartásnyomtatón, akkor oda a levegőbe, a semmibe általában szapportokat kell belegenerálni, és aztán amikor azt így megtöröd, akkor vagy kijön belőle, vagy nem jön ki belőle, az mindig macerás ilyen egybeöntött dolgokat csinálni mint nem tudom, mutattam el az a kis többszelvényes gekkó, amit a hugomnak ö, nyomtattam. És ebbe, ezzel a technológiával viszont gyakorlatilag az üreges részeknél kitölti a por, nem kell ez a, 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 a az onnantól kezdve, hogy kit pucolgatott, kifújott belőle a port, az gyönyörűen hajlik és csukódik meg minden. Úgyhogy ez erre a, erre a célra kimondottan tökéletesen alkalmas volt. Úgyhogy így, itt, itt vár most már annyi mindenféle dolgod van itt nálam csalni, hogy egyszer igazán erre járhatná begyűjteni őket. Be fogom hajtani. Azon gondolkoztam közben, amikor mondod, hogy hogy szórja le a port, meg hogy csinálja a nyomtatást, hogy ha én ne a Uram Isten csinálnék egy nagyobb dobó kockát, ami belülről üreges, akkor az tulajdonképp belülről homok. Gyakorlatilag port, akkor igen. Akkor csinálhatnánk így rumba tököt? és így ráznám 3D nyomtatott rumbatök. Akadálya nincsen, hogy ne, azt nem tudom, de technikai akadálya nincsen. Hát ez nagyon jó. Hát csak akkor egy, egy, egy csomó kárba vész így, amit... Hol a maradék, Krisztián? Ó, oh, főnök benne van a kocka belsejében. Meg kell fúrni akkor? Ja, úgyhogy velem ez történt, nagyon várom már, és el is spoilerezted a dolgot, hogy berendeltem egy kisebb mennyiség pízérót, és, és nem automatizálgat semmi, csak ilyen, ilyen pórias dolgokra, hogy itthon megoldani a reklám blokkolást, és rákötni a pi holt a rendszerre. Meg, meg, az a baj, hogy sok időm volt nézelődtem, és és mindig jobbnál jobb dobozokat találok, aztán olyan dobozt is, amiben már rá vannak varázsolva, meg ilyen SSD van alá berakva, és úgy viccedvért összeadogattam múltkor, hogy az a doboz, amit láttam, az egy, egy viszonylag komolyan megcsinált alumínium doboz, hűtőventillátor, olyan kis keretbe kell beépíteni, hogy még pasztát is tudsz rárakni, és arra a ventilátor, és mindenféle portok kilógnak róla, és hogy alá még egy, egy M2-es SSD, összelegózgattam meg még egy billentyűzet hozzá, bluetoothos, de akkor már legyen az, amit egybe van a Logitechnek, van egy ilyen spados billentyűzete, meg akkor még ez, meg az, és a monitor már nincs is benne, 68 ezer forint. Fui, mondom, hogy jó raspberry minden mindennel együtt, de hogy az olcsó kompjútertől indultunk el, és aztán az ember az mindig így a, az olcsóból csinál, hogy tényleg már összehasonlítható az ára az asztali desktop kompjúterekével, de... Hát még ezt is hozzádobod, azt is hozzádoboz, igen, ezek összeadódnak. Igen, úgyhogy ezen nézelődök. Ugyanitt várom a jelentkezését bárkinek, aki ilyen nyugdíjas, kompatibilis Netflix-ező eszközt tud javasolni, mert az Amazon nét láttam, az viszonylag nem is vészes az árban, valami 11-2000 forint, csak hogy van-e valami jobb, na nem tudom, nem tudom. Úgyhogy hát körülbelül ennyi volt velem, aztán itt ma én is ráfutottam a torokgyíkra, úgyhogy itt éppen mondtam, Fifikának annyi időm volt itt, mert home office volt, lerohantam, tésztát főztem, csirkepörkölt ráborít, azt bedobtam, jöttem vissza, podcast, utána letesszük, és vissza, mert hogy ö, certifikét, cserét kell csinálnunk, mit is, 6-8 gépen, és a mai nap az elment erre, hogy a dev környezetben ezt megcsináljuk, de nem volt vidám, na úgyhogy félve állok neki kollégámmal este nyolckora következő projektnek, ami éles környezetben lesz. Elvileg. Nyolc előtte egy sört. <coughs> Igen, ez lesz valószínűleg. Tehát majd meglátjuk. Vagy kiadja, vagy nem. <coughs> a mai nap margójára nem töröljük a régi certfájlokat, hanem csak elmozgatjuk őket. Ennyi történt velük. Hm. Velem mindenféle érdekes történt. Nyomtattam neked például. Megmutatom, mit nyomtattam. Egy kingának meglepett. Igen. Bocsánat, azt akartam kérdezni, meg tudná mutatni, vagyok rá? hogy. Meg. Vár, mondani például, hogy vele mi történt, és akkor addig a háttérbe. Velem az történt, hogy a gyerekek elköltöztek, és itt hagyták a lomot, meg a bútorokat, úgyhogy. Hétvégén bútor azaz elajándékoztuk azokat a szekrény sorokat, polcokat és egyéb dolgokat, amik nekünk nem kellenek, és azt el is vitték, hál' Istennek. Viszont ez miatt ott csinálni, amikor így megszüntetsz egy polcot, és lepakolsz róla, és ott minden van. Tehát ásványgyűjteménytől kezdve, a Star Trek-es kártyán át, a Babylon 5-ös makettig. Áh, kész. Kupi van a, a lenti szobába, hogy felszorultam ide a konyhába, mert uh, egyrészt lent baromi hideg van, tehát... Uh, nem, nem tudok egyszerűen már most még egy ilyen takonykort magamra vállalni, kétszer fáztam meg ott lent a podcast miatt, Jéger mert életem alsó, és Jéger alsó. életem és vérem a podcastért úgyhogy fölköltöztem, plusz szét van szedve, izzéporrá az Anet A8-as nyomtatóm Mellesleg az egyik hallgatón, képzeljétek el, így megkeresett uh, Facebookon, és rámért, hogy, uh, hogy uh, mi újság van a, az, az Anet nyomtatóval, mekkor, neki Prusa nyomtatói vannak, ugye az Anet az egy Prusa klón, legalábbis az A8-as, és uh, olyan rendes volt, hogy így megkeresett, meg elbeszélgetett velem, hogy mekkora szívás, meg nem, nem, nem nagy, tehát én ha azt mondom, hogy szíves, akkor én azt élvezem egyébként, hogy nekem azt, azt javítgatnom kell, vagy hát fölhozni egy jó nyomtató szintjére, de innen is üdvözlöm a hallgatónkat, mert tényleg nagyon jó eset, hogy így foglalkozott a, a kis nyomtatós lelki lelkivilágommal. Ennyi volt, és akkor most lássuk, Krisztián mit produkált. Egy, mert Csáli egyből hármat küldött, háromfélét. Ez az egyik doboz, és ugye látszik is, hogy milyen gyönyörűen nyeklik nyaklik. Azt közben pont az előbb azt néztem, hogy még ilyen kis barázdák is vannak az oldalába beletéve, úgyhogy ha össze csukod, akkor ez úgy marad. Ez az egyik jószág. Nagyon jól néz ki. En. Nagyon szép a felülete. Hát ez egy ilyen kicsit érdekes a felülete. Én kimondottan szeretem az ilyen használati tárgyakhoz, ahogy ez kijön, tehát nem az a nagyon sima felület, mint amit egy gyantásmutató csinál, de én, én ilyen. Ez meg egy harmadik fajta hasonló dizájnnal, úgyhogy majd kedvedre válogathatsz. Na köszönöm a különbség, annyi, hogy az egyiknél ő, ki van engedve a port, a másiknál nincs kiengedve a port, és viszonylag zárdoboz, úgyhogy a zsanérokra voltam nagyon kíváncsi, de hát ez mint később. Gyönyörűen, gyönyörűen működik. Mondom, erre ez az SLS technológia egyszerűen, egyszerűen tökéletes. És ez a jószág, amit nyomtattam, egy ilyen kis mé méhecskés borg kocka. meg akartam lepni Kingát egy asztali toltartóval, Bárki is dizájnolta ezt, az még nem fogott ceruzát vagy tollat a kezébe, mert kurva, vagy, kurva vagy jó ez a cucc, és ott látjátok, hogy uh. ott, ott vannak a lukak benne, meg minden. Egy órát szoptam egyébként nyomtatás után, mire az összes lukból kitakarítottam a bele tömődött port. Viszont nem fér bele tól meg ceruza, úgyhogy ez egy eléggé járnyékra vetődés volt. Így, ez a jól kín, néz ki, de nem, nem jutani. A vagy föl kell nagyítani, de akkor meg irgalmatlanul nagy helyet foglal, King a demonstrátor, hogy mire tudja használni, beletette egy tollat, az meg így pucs, Viszont volt egy B-tervem, hogyha esetleg ez nem jönne össze, vagy nem tetszene neki, a festéshez az ecsetjeim tökéletesen pont patentre belevennek, úgyhogy most nem ez volt a szándékom, de lett egy ilyen csuda kis ecsettartó blokkom is mellé. Mennyi melód volt abban neked, hogy tulajdonképpen ez, ezt még le kellett skálázni, tehát belefért volna a cerka, de akkor nem lenne ecsettartód, és így fogtad az egészet, így lejjebb vetted 75 a és aj, Kinga, pedig úgy akartam neked, de hát ebbe sajnos csak az ecsetjei férnek bele. Sem megerősíteni, sem cáfolni. nem <laughs> Már csak a műszaki ember bújt ki belőlem. Milyen sebességgel nyomtat az SLS nyomtatótok? Hát ez, mint a többinél, ugye főként a rétegszám határozza meg. Az utolsó nyomtatásom az egy ilyen 2600 réteges valami volt, tehát tele volt pakolva igazából a doboz, mert ilyenkor Általában a hétvégére adjuk ott ezt a gépet, hogy csinálja meg, a, a, amit akar, mert ugye hétközben a fejlesztő kollégák azért szeretnének dolgozni, próbálgatni rajta, és hogyha benn van egy kétnapos nyomtatás, akkor az nagyon nem praktikus, és a hétvégére szoktuk időzíteni az ilyen nagyobb nyomtatást, és akkor össze szoktunk jönni egy ilyen kis csoportba, hogy többen hatékonyabb, hogyha többen összedobunk mindenfélét, úgyhogy kollégámnak tettem bele hűtőgép alkatrészt, meg nem tudom én, valami ikea pót, valamit, tehát ilyen egész nagy, ez ekkora bigyó, az tele volt nyomba mindennel, és ez volt két nap és hét óra, ha jól emlékszem. Na, hogy úszkva egy-két napot elszütjük. Tehát akkor ilyen mire... centiméter, centiméter per per órát azt nem tudsz mondani. Nem, nem, de kiszámolok majd valami nagy átlagot ez alapján, az előző nyomtatás alapján, hogy, hogy mennyi lehetett. Most így fejből meg nem mondom neked. Nem kapodja el, de, 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 ja, de nem is olyan fört. Ugyanúgy a, a gyantással is simán elnyomtatok egy nagyobb modellt egy napig, ez azért tovább tartott. Szóval ez, ez hétvégén bementem nyomtatgatni, és hétvégén jól el is feledkeztem róla, az egyik kollégám, képzeljétek el, ö, avokádó magokat gyökeresztett, ez most egy lett neki egy ideje, és annyi avokádó magot gyökeresztettek, hogy már nem férnek el tőle, és Köszönöm szépen, igen, én pont azért nem kezdtem bele, mert az egy ilyen vagy kicsírázik, vagy nem, de ha már kicsírázott, akkor küldje. Neki ez be van lőve abszolút, úgyhogy most egy magot kaptam tőle, jövő héten kapok majd még egyet, ami, ami, amit már nem tud hova tenni. Pof a történet, mint kiderült, igazából körbe kell vágni a, a, az avokádó magot, és fogpiszkálókat szúrsz bele, és azzal bele tudod tenni egy befőttes üvegbe, ahol félig ellepi a víz, és aztán ezt így úgy hagyod és felöntöd vízzel, hogy mindig félig lepje el, és aztán ez elkezd gyökere tereszteni, meg hajtást fölfelé, és aztán amikor már eléggé erős a hajtás rajta, meg a, meg a gyökere, akkor csak elülteted és utcu neki. Ez a, ez a marketing szöveg hozzá, most egyelőre még csak nő a gyökere, és majd meglátjuk, hogy mennyire fog túlélni, de de többek között ezért mentem be hétvégén, nem csak nyomtatni, de úgy, ahogy volt, elfelejtkeztem szegény avokádómagról, hogy ezt kénytelen voltam most a napokban hazahozni, ez történt még velem. Ö, kipróbáltuk, A dwarv kartás kérdezte, ugye a múltkor, hogy mégis hogyan lehet ö, asztalon mobával játszani, vagy hogy milyen lehet a, a mobajáték átültetés ö, a, 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 az asztali társas játékba. Úgyhogy vasárnap kipróbáltuk a Louis barátommal, az egyszerűsített módszerrel a SkyTier játékot, ö, toltunk egy egy, egy, egy egy gémet vele, és srácok, a volt én. -e? Nem voltak várakozásaim ezzel kapcsolatban, hogy mennyire lesz van, mennyire nem lesz van. tök jól átjött a MOBA játékok hangulata, ott a kis lénfoglalás, a toronyírtás, minionok mennek hullámokba, meg egyebek, mi meg közben gyepáljuk egymást a hírókkal, mint az őrült, bozótba be, bozódból ki mindenféle őrület, úgyhogy rettenetesen jó jól szórakoztunk a játékon, és ez még a butított verzió volt kezdőknek, úgyhogy az igazi nagyja nem is játszottunk, amikor minden fősnek külön tulajdonsága van, és egyedivé teszi őket az kíváncsi vagyok, hogy az milyen lesz, de még így ez az egyszerűsített verziót is porzalmasan élveztük, úgyhogy megvan, úgy nézem a következő néhány évre a kompetitív társas játékom, amivel játszani fogok, és még Kinga is azt mondta rá, hogy jaj, hát ez úgy néz ki, mint a Heroes of Might and Magic, ezzel akarok játszani én <laughs> is. <laughs> úgyhogy ez volt, illetve a hetem fénypontja, végre elkészült az üvegesem, mert ugye itt van a hátam mögött a remek a Detolf vitrin, amiben a kis festendő dolgaimat mentettem a cicák meg a por elől. Az egyetlen hátránya ennek a holminak, hogy négy darab porccal érkezik, ami úgy be is van fixen rakva adott helyre, és nem lehet hozzá extra polcot kapni, nem lehet arra mozgatni a benne lévő polcokat, tehát van négy darab helyed, és ennyi. És, és még a Facebookon más, másik festő kolléga, leírta az ő megoldását, hogy ő hogyan applikál bele extra holcokat, de az nekem nem tetszett, mert ilyen valami ilyen bilincset kell, filmbilincset venni, amit ráfeszegeted, meg ilyenek, hogy az nekem nem tűnt egy ele elegáns megoldásnak. úgy gondoltam, hogy ha már itt van a 3D nyomtató technológia arzenája az új végén nap, mint nap, akkor mi lenne, hogyha terveznék valamit, és végre terveztem valamit 3D-ben, kinyomtattam, és megtekinthetjük! Nézzétek, meg ott van a nyolc polc benne. Eltérő magasságban megmutatom ezt a jószágot is. Azon volt az egész egyébként onnan indult ki, hogy ezek ilyen félcenti vastag fém ö, rudak vannak benne, és van nekünk a flexibilis gyantánk, ami a végén egy ilyen nagyon erős, gumiszerű jószágot most is széthajtogatom, és szépen visszamegy. De gyakorlatilag ez egy ilyen bazi erős gumiszerű holmit csinál a végére, úgyhogy terveztem egy ilyen mat, ami így föl van hasítva az egyik oldalán, és ezt így rá tudom a függőleges fémrudakra, illetve van neki egy ilyen kis bigyúja, és karimája, amiben meg bele tudok tenni egy rudat, azt kinyomtattam a, ezen az SLS technológiás gépen, mert annak van elég nagy build hogy az ilyen ekkora rudat ki tudja nyomni egybe, és ott van összerakva, tele vagy a polcokkal, nincsen zsérzet a figuráim között. Hát ez, ez egyszerűen pont így terveztem el, pont ilyen lett, És az üveges is végre elkészült, hogy a polcok is <laughs> legyenek. Úgyhogy, ja, ja, ez, ez most engem rettenetesen boldoggá tett. Úgyhogy velem ezek történtek a héten. Most még eszembe jutott akkor, hogy amiről múltkor beszéltünk, hogy kéne nekem, tudod, egy doboz a szekrény mögé, amibe bele lehet a hosszabb bítót, meg a mindenféle szírszarokat hajítani. Lehet, ha. hogy akkor ez az SLS-es cucc már majdnem megfelelő méretű. Nekem is nem kell nyolc, hanem két darabra vágnom a tervet. Simán lehet, ha valamilyen tervet csinálni, átküldöm neked a, a, a méreteit a, a bilcsőembernek, csak egyre figyeljek, hogy nyitott legyen a doboz. Az ne, nem túl, át, ne túl sok port pazarolja. Egyébként imádom, hogy rászakadtam erre a Fusion 360-ra, hogy javasoltátok, úgyhogy rajzolok mindent. Rajzolok mostanában mindent. Tehát tényleg ez a doboztól kezdve minden szírszart, amit lehet. Csak én még alkatrészt nem nyomtattam, csak ugye én most azt, hogy egy kész. Eszköz, mondjuk egy Raspberry-nek a felfogatási pont faszában, hogy patentul legyen a dobozban, és még zárható is legyen a doboz. Most éppen ezeket a rápattintós ö, füleket gyakorolgatom, a. hogy, hogy ö, az hogy alakítható ki úgy, hogy ö, M plusz egyszer ki lehessen nyitni. Meg eszembe jutott még valami. Annyira unatkoztam a héten, hogy <laughs> föltelepítettem gyorsan egy kubernetes platformot, és, és most klaszterizálok, Do és... Dockert, vagy minikubot, mit? Dockert, Dockert. Aha. Azt meg, meg, egy, hát az nem túlzás az, hogy egy szerver farmod, de egy, egy ilyen ö, négy nódból álló ö, load balanceres ö, tűzfalas ö, cuccot, és hogy na, ez azért jó, mert gyakorol az ember minden szírszart vele, tehát mögöttes tartalma nincs a vasnak, csak, csak magát ezt az egészet tudja az ember begyakorolni vele, hogy milyen egy load balancing, hogy működik, hogyan lehet terhelést elosztani, és a többi, és a többi. Úgyhogy jókat játszok a, a jókat játszottam a héten ilyenekkel, úgyhogy körülbelül ez, ez, ez történt nálam, meg más nem. Más nem. Ja, úgyhogy ennyi. Jó, én közben teljesen büfé hangulatban vagyok, mindennel készül. Fi. Van a meggyes van paradicsom levem. Úristen, ezt <laughs> kettőt próbálom van, még, van, van még egy kis kávém, <laughs> némi szódám, úgyhogy teljesen rá vagyok készülve a mai adásra. Mindenki rá van készülve, a nézők is, mert itt vannak velünk a Patreonok, nézik élőben, hallgatják, köszönjük szépen nekik. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a sónóczt. Keresd a Narancssárga Patreon téglalapot, nincs rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Már nem azt, hogy hallgatják, hanem, hogy támogatnak bennünket. Na! Fifika, van még valami? Hozzáfűzni való azon kívül, hogy mobilnetről tolod ma? Nincs. Nincs. Épp megnéztem a Telekom korlátlan mobilnet árait. <coughs> És megnyugodtál figyelj, 8000 forint per hó a korlátlan. Na, mert hogy ugye a hallgatók is kerüljenek képbe, kis insider info, hogy olyan rossz volt a hálózati ping tesztje Fifikának, hogy, hogy azt még a TXT elküldéséhez sem tudná igazából használni, úgyhogy átváltott mobilnetre, és megtáltosodott a hangsávja. Úgyhogy mindenkinek komfortosabb így. Na akkor csapassuk, ha már ilyen csengő bongó mobilnetes van. Csapassuk, igen. Adjunk neki, mert annyi a téma, mint égen a csillag. Várja, ez meg mi csoda? Ja, azt én írtam. <laughs> <laughs> mert hogy ez mi csoda? Tehát, gyerekek, nem tudom, rákattintottatok é a linkre. Nem de... magamhoz azóta sem. De, de, hogy én se az a baj, tehát ez így, így szembe jött velem, és, és így először csak néztem, néztem, gondolkoztam. Azért annak idején, hogyha emlékeztek rá, ától Cettig átnéztük a, a TPD-vel kapcsolatos törvényjavaslatokat, és mindent is. Ugye a füstmentes termékkör, és hogy mi számít dohányzást imitáló eszköznek, mi a, a az e-cigaretta meghatározása. Ha jól emlékszem, én még megnéztem a növény, a gyógynövényes cigaretta meghatározást is, illetve hogy, hogy ott is jövedéki adós, tehát miután úgy néz ki, mint egy cigaretta, hiába nincs benne dohány, Uh, azt hiszem, egyszer vettem életembe ilyet patikába, bűnszar volt, tehát rosszabb, mint az igazi cigaretta. És akkor így, így jön velem szembe egy ilyen cucc, egy, ki nem találjátok élelmiszerboltban. Hol azt hittem, Azt hittem rosszul látok. Érted? Tehát, hogy így ez mi? És aztán elkezdtem kutakodni a leten, és képzétek el, hogy a, az ICOS, ugye a Philip Morrisnak a hídce, az azt mindannyian látjuk, tudjuk, megnéztük a, vagy megnéztem a tavalyi eladási statisztikákról valamiféle jelentésszerűt. Tehát az egy sikertörténet lett Magyarországon, baromi sokan használják, Charlie a munkahelyi hamutába belenéz, akkor már rosszul van, mert látja, hogy illetve nincs rosszul, hogy nem egy cigarettára váltottak a kollégák, hanem sokkal trendibbnek találták az ájkoszt. És egyszer csak valaki behozott az országba stickeket, azzal a fölkiáltással, hogy mivel Magyarországon a dohánybótokon kívül nem lehet dohányterméket árulni, felmerül a kérdés, mégis hogyan lehet, hogy az általunk forgalmazott fikó termékekben van nikotin. A megoldás egyszerű, a, ami a vonatkozó eh, hivatalos szervek állásfoglalását minősíti, nem minősül dohányterméknek, hiszen nincsen benne dohány elolvastam, és mondom, mi van? És hát a baszki, a liquid besi mégis dohány termék, tehát hogy nem is értem. Igen, ez és nagyon logikusnak ezek... tűnik, de... így de... a pofon valahonnan. Szerintem, szerintem ezt a disznót kurva gyorsan le fogják vágni. <tos> <tos> nem, nem fogják megvárni, amíg, amíg meg fog hízni. Másrészt pedig ez úgy működik a, a leírások alapján, ráadásul baromi sok termékük van. Tehát nem ez az egy termék létezik, van, csak szerint nem is nikotin, mert nikotin só. Tehát azért most szeretném őket fölvilágosítani, hogy a nikotin sóban lévő nikotin az ugyanaz, mint a, a, dohánylevélben lévő, vagy mint az elektromos cigarettában lévő, attól, hogy nikotin az attól még nikotin maradt. Tehát... Ez hamar valaki rá fog jönni, hogy ebbe is rossz nikotin van. <laughs> Igen, és hogy létezik ugye nikotinmentes termék, szerintem ők ilyen, tudod így, először betették a lábukat, hát nincs nikotin, nincs dohány, ez nem, ez nem dohány termék. Na de hát láttunk már ilyet, meg Tudjuk is, hogy van ilyen, hát nikotinmentes likvid, nincs benne nikotin, bakker, azt mégis adózik, és mégis a dohánytermék kategóriába tartozik. És hm. aztán senki nem szólt rájuk, és szerintem behozták a nikotinost is. Ráadásul ebbe képzeljétek el, hogy az ízt, azt egy kapszula adja, amit ugyanúgy össze kell roppantani, mint azokban a cigarettákban, amiket betiltottak 2020. május 20-án. Korszakalkotó. alkotó. megőrülsz, hogy itt, itt, én ettől lettem rosszul, hogy meg tudod külön venni az aromagolyókat. Aromagolyók, így hívják. Mint, mint egy ilyen kis analízgató és abban kis picik golyóbisok. Én úgy nézem, hogy ez, ez valami lengyel import egyébként. Legalábbis a jablkóról, meg a jagoda miétáról, arra enged következtetni. De hogy itt van licsi ízű, dinnye ízű, almai ízű, ki ne próbáljam. és teszem hozzá, azért piacirés, tehát van aroma golyó applikátor, ami csak a szegény ember meg a jobbágy használja a manuálisat 970 forintért, amikor meg tudod ennek a kulák verzióját venni, automata 7600 forintért megőrülsz, megvadulsz tőle, Egy gyakorlatilag megveszed ezt a cuccot, meg a pasztillát, meg a gyári HMB hítszedet, úgy ízesíted, ahogy akarod. Na most a, az aromagolyók, azok a normál vannak, Charlie. Tehát az ő hítszükbe be van építve az aromagolyó. Ó, még jobb. El, elkerült, a figyelmem, borzasztó. Elsikadta el fölött. Az az automata applikátor, az egy kalapszar egyébként, tehát így belerakod a... Mert hogy én ugye az asszony kapcsán ezt így végig küzdöttem. Tehát beleteszed a golyót, ami egyébként egy ilyen bevonat... Nem, én, nem, tényleg nem tudom mi az. Valamilyen bevonat, ugye, és belül egy ilyen propiléngrikol folyadékban van az aroma, tehát ugyanúgy, mint a, az e Viszont ez a külső bevonat, ez baromi könnyen megnedvesedik és felpuhul. Tehát beleszór száz golyót, és körülbelül tizet tudsz belőle így kiaplikálni, ha aki tizenegyedik már beleragad. <laughs> <Ez> nagyon jó. <laughs> Kulák verzió. <laughs> Na mindegy, és így rákerestem a neten, és tehát, hogy ez a füst.hu se gatja érted, több weboldal árulja, tehát onnan látszik ez, vagy több tulajdonosi kör, vagy egy tulajdonosi kör baromira széthúzva, de ugye a Helcier EU... Füst! Hogy Na, mondod? F... Már ez, hogy... egy füst. De hogy hogy nincs füst. füst. Ez a lényeg. Ezt akartam hogy mondani, hogy heat not burn. Füst. Várj, mert mondok, mondok kettő szebbeket is. Tehát én sírtam, amikor így végnéztem a weboldalakat. ellen.hu. A várjá, várja. szögezzük le, hogy ezeket ugye én kisípolom majd, még csak véletlenül se tereljünk valakit a rosszba. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Azt mondja, <gül> <gül> és a és a legszebb a legszebb az a valamilyen uh, valami hát az most épp nem nem ugrik be de valamilyen ilyen shoppos uh, uh, sztori volt úgyhogy és minden érted mindenhol is van Vaterától wat, a, a trafikon keresztül az élelmiszerboltokba, tehát nagyon nagy orda készül, és tudod, ilyenkor mindig elkapasírhatnék, hogy és az e bakker, tehát hogy, hogy, az most akkor, akkor miért, és mi, és hogy, és nem, nem értem. Na ezért tartasz itt, ahol tartasz. Hát nem érted. Tele van egy finom gyógynövényel, meg nem tudom én milyen zöldséggel. Ja, itt ol ol olvasom a dolgokat. Ez a... Valaki septiben összedobta ezeket az oldalakat. A kedvencem, az a rólunk. Bemész, és ott egy nagy Lorem Ipsum blokk. <hogy> Nyilván tudjál meg mindent rólunk, de itt a gyakran ismételt kérdésekben ez a stílus. Mi az a Heat Not Burn? Tükörfordításban annyit tesz, melegített, nem égetett ez a technológia bizony lehetővé teszi, hogy így termék nélkül élvezhessd élvezhess a dohányzás, miközben illatos maradsz. Ezek ilyen korai e-cigarettás oldalakra hajaznak. A abszolút a vadnyuga, tehát éli ez a cucc, elképesztő. Ja, és itt volt még egy csodálatos dolog, most hirtelen nem találom, jaj, igen. A Valamilyen márka teát, tehát növényi glicerint, és természetes fűszereket használ, még a másik termékek fekete teából, növényi glicerinből, nátrium karboximetil és <laughs> És valamiből vannak, tehát még növényi glicerin is van benne. Ez na nagyon. Na na hatalmas ha, hunggal szaladnak a fal felé. Ha végig, ha, végig, ha végig gondolod, akkor ez nem más, mint régen volt a Vatelinos pat. Mi az a más Patron? Emlékszel. Hát még a, a hőskorban, az E-Cigaretta hőskorában, amikor volt a, a Hidas Kazán, ez az 510-es, meg RK, nem tudom én, akárhányos, volt egy Hidas Kazán, Vatelin fölítatva likviddel, és a, a Hidas Kazán párologtatta el a likvidet. Itt most a, a Vatelint valami cellulóz helyettesíti, és ugyanúgy valamilyen likvid van, ráadásul nikotinsóval, hogyha nikotinos, tehát innen is gratulálok mindenkinek egyébként. Na jó, hát az edziginek is viszonylag hamar vége lett a, a vagy nyugati sztorinak, úgy a püstnek meg a... Mit, mit mondtál? éljünk a évig, vagy nem, nem, tudom én milyen domének voltak még ott. <gül> <gül> én inkább azt mondanám, tehát ez, ez az, COVID, a, ellen. Agy, agy, COVID agy, bogár. <laughs> <rá gongogó gül> Igen. Nem jósolok hosszú időt, de ne nekem legyen igazam, aki, aki ilyen gyógy pasztillát anyám kinyát akar szívni, az tehesse meg csak. Erről eszembe jutott, hogy emlékeztek, mit mondott a barátom nekem, hogy azt mondják nekem otthon, mikor álkos szívok, hogy ázott kutyaszagon van. Tehát akkor mennyivel jobb lenne, hogyha ilyen finom füstöket szív, szívázott kutyaszagú álkoszt is fogom neki, hogy vessen rá egy pillanatra. A nikotin sósra Figyelj, mond, mond neki, hogy amíg lehet. Igen, addig kell beugrani a bizniszbe, ez olyan, mint a, a bitcoin. Jó időbe kell beugrani, barátom, mert aztán már csak szaladsz az események után és aztán azt fogja hallgatni otthon, hogy ázott kutyaszak helyett ázott nátrium-karboximet van. <laughs> Jaj, erről a bitcoinról eszembe jutott most Elon Musk. Kijelentette, hogy milyen fasz dolog ez a bitcoin, és így hogy hopp, így felugrott 50 ezer dollárra az árfolyama. Hát azért ez így kemény, hogy azt mondja a Tesla főnök, és állítólag még el is fogják fogadni a Tesla szalonokba, hogy bitcoinnal szeretnék fizetni. Zsír. De ezzel mostanában direkt játszik, mert egy pár hete volt, amikor a sors érdemes Cyberpunk 77-es CD Projekt Red kapcsán, ugye akinek itt a mindenféle megjelenés utáni problémákból kifolyólag mélyrepülésben van a cégnek a, a részvény árfolyama, és egy pár hete jegyezte meg Twitteren, vagy valahol Elon Musk, hogy Ó, no, milyen jó ez a kis Cyberpunk 77 játék, tök szép, rengeteg munka lehet benne, ú, nagyon szeretem. A mélyrepülésben lévő részvény árfolyamok így, up, így, vettek egy ilyen kis fordulatot. Lehet, hogy ő maga a részvény korrigáló tényező. Lehet, meg, meg volt a másik, azt nem tudom, néztétek-e, Teljesen off topic a történet, de hogy most meg megy a hiszti a, a, a Reddit kapcsán, hogy van a Redditen valamilyen polgári befektetői kör. Ja, ez a aki... game, game anyám igen, game, GameStop anyám igen, ki. Igen, GameStop, igen, igen. Hogy ott elkezdték addig manipulálni a GameStop részvényeket, mire azok is elkezdtek szárnyalni mindenhova, és aztán most a... A brókerek azok teljesen kétségbe vannak esve, és mindenféle ilyen szabályozási lépéseket követelnek, mert hogy az, hogy ők játszanak részvényárfolyamokkal, az rendben van, de hogyha néhány működvelő civil nekiáll bóhóckodni a részvénypiacon, és sikereket érnek el, az nehogy már megtörténjen. Ő lehet, hogy titok is tagja annak a Reddit csoportnak, és így manipulálgat dolgokat. Őrület, mik vannak? Meg kéne mérni egyszer, hogy mik vannak. Mert... a, valami megmér. Mint a, osz, mint a, az a COVID mérünk. vakcinák. És ha már COVID, és maradjunk a tudomány uh, talaján, és ne uh, vicceljük el a, a COVID és a gőzölés viszonyát. Emlékeztek rá, hogy uh, beszélgettünk már arról, Ö, amikor ö, valamelyik ö, egészségügyi fasiszta megmondó ember kijelentett, hogy a gőzölés az borzasztó már, hogy terjeszti a COVID-ot. Emlékeztek -e erre? Uh -huh. Is. Is. <laughs> a covid <-ot> is, <laughs> meg minden mást is. De hogy most ezt megmérték? Tehát valaki vette magának a fáradtságot, és a, a mérési metodusban, amit ö, arról is beszél ha beszélsz, ha köhögsz, ha tüsszentesz, milyen messzire szállnak el a, ezek a mikrocseppek, amik magukkal vihetik a, a covid a, a covid vagy a fertőzött embertből, akkor most megmérték a, a gőzölést is, hogy az mennyire veszélyes egyébként. És szerintetek mi lett az eredmény? Tehát, hogy hogy, hogy ez valami elképesztő. Természetesen a nemzetközi sajtóba fölfújták ezt elég rendesen, úgy, ahogy kell, mindenféle uh, címeket aggat, aggatva rá, de ha valaki megnézi a mérési jegyzőkönyvet, illetve magát a vizsgálatot, akkor akkor látni fogja a szignifikáns különbséget. Én azt olvasom benne, hogy a... a nagy intenzitású gőzölésnek ugye nagyobb a, a relatív kockázata, de még mindig jóval a beszéd és a köhögés alatt marad. Igen. Tehát ezzel igen. azt tudnám javasolni, ez, ez hogy sok hülyeséget beszél, azt hogyha nem sok hülyeséget beszél, hanem vépel, <laughs> akkor mindenkivel jót tesz. Igen. <laughs> Tehát ahelyett, hogy beszélne, inkább vépeljen. de megdöbbentő. Tehát, hogy a, a, sima beszéd az jobban közvetít, mint a, akár az intenzív. 44-szer jobban közvetít. <laughs> és, és, mindez úgy, hogy betartva a két méteres social distancinget. Ezek mik ezek ott alul, ezek az SP10, SP20, SP30, SP40? Hát, Charlie, ha agyonütsz se, Uh, vagy ez lehet, ugye decibel, a VPL hogy... az a az a speak, speak, tehát hogy a, Gondolom, a, a speak valami a hangerő, hogy mennyivel beszél. Decibel. Igen, ez ez jogos is, mert egyébként azt mondják, hogy, hogy ha hangosan beszélsz vagy ordítva akkor, ugye mivel intenzívebben fújod ki a levegőt, ezért nagyobb a rizikó ja. is valóban a köhög. Tehát ha fölrajzolod, akkor ez. Ez ilyen exponenciálisan nő ott a a, a görbe, egész a köhögésig, ahogy Valószínűleg nézem. Valószínűleg a vépelésnél meg az L, az a light vaping lehet, a Igen. Há, a heavy vaping. A, a high. Vagy long és és mi a... És, Pff, és mi az a BR? Az én vagyok? Hát én vagyok a legegi. A mindenkinek sor, engem kell sor, szívnia. <laughs> Sortörés. <is. laughs> Jaj! A BR az, amikor csukott szája a szuszoksz. ez óriási. Amikor, amikor telefon kárkodsz, és csak liheksz a telefonban. <laughs> 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 Na, úgyhogy ez, ez szerintem baromi jó uh, hír mindenféleképpen, és uh, megint egy pici apró bors a a v, vp lenzőjének orra alá a pad orra alá vagy a patkányok óra alá, mert hogy szerencsétlen patkányok gyerekek, hogy szó, na, ez tényleg elképesztő. Tehát tudod, amikor be akarod bizonyítani, hogy de már pedig nekem és meg, meg, ha akkor is megmutatom, ha beledöglik az összes patkány, és tényleg azt csinálják, hogy addig szivatják velük a mindenféle gőzöket, amíg, amíg bele nem döglenek, szerencsétlenek, és ez már azért ki ö, minden, ö, nem is tudom, megfogalmazás vagy vagy, vagy meghatározás szerint a, mind az állatkínzás, mind az orvosi etika, illetve a kutatói etika ö, fogalmát. Tehát tényleg elképesztő, hogy mire képesek azért, csak hogy a, a saját igazukat bizonyítják, vagy bizonyítsák. Beleolvastatok? Az most nézem. Tehát érted a... a 3,3 <laughs> másodpercig percenként kétszer párát lélegeztettek be egy 0,15 ómos kanger tek nikkel fejből ismeretlen teljesítmény mellett. Tehát érted, mindent betettek az egyenletbe, csak a teljesítményt nem. Egyszerűen, egyszerűen elképesztő. Édes Istenem. Gyakorlatilag olyan expozíciónak teszik ki a, a patkányokat, hogy a végén a, behúzhassák az X-et. Káros az ércigi? Igen. És már ott is van. Ez arra a remek tanulmányra emlékeztet, ami egy in vitro tanulmány volt, és kihozta, hogy rendkívül kár a, az a gőze, és a végén a farcelinosz nézegettem, hogy öt koncentrációval locsolták azokat a szerencsétlen sejteket, mint ami bármilyen legerősebb dohányosnak előfordulhat a vérében, és csodálkoznak, hogy ez már bozd meg, ez föloldja a sejteket. A különbség az, Igen, hogy az egy sejtenyészet volt egy Petri csészébe, ezek meg élő állatok, bakker, Úgyhogy semmi jóra nem számíthatunk ezektől a, a jó emberektől, a, vagy a jövőnkre nézve. Igazából, amik minden áron látványosan ki akarják hozni, hogy hogy mennyire rossz a, a dohányzás általunk csökkentés egyébként neked, hogy ez mindig fölvet már alapvetően egy ilyen etikai kérdést, hogy, hogy miért akarnak egyáltalán ért csinálni, és hogyha valaki ennyire morálisan hajlik a felé, hogy teljes nyugodt lelkiismerettel ilyen konklúziókra jusson, engem nem lep meg, hogy, hogy a, az eszközöket sem válogatja meg. Tehát akkor a, a, a akkora morális szartenger, hogy, hogy ne, nem érdekli, hogy állatokat öl meg, csak azért, hogy bizonyíthasson nyilvánvaló hülye igazát, nagy idézőjelekben, borzalmas. Tehát ö, ugye a, az, hogy hogy... A kísérletek vagy a, vagy ezek a kutatások, már ezt kutatásnak se nevezném egyébként, de hogy, hogy ezek a, az állatkísérletek, tudod, te, te mondtad ezt a múltkor, ha ráthuhogok, akkor is megmerevedik az érfalad. Na, na most képzeld el azt a patkányt, akit bezavarnak egy ilyen üvegcsőbe, miközben töménygőzzel ö, ö, etetik három órán keresztül, hogy, hogy az utána szerinted, tudod, amikor már a, a bundája is, is csorog a liquid, akkor az mit, mit érezhet, vagy, vagy mit, bármit ki tudok belőle mutatni, bármit. Szóval elképesztő. Na. <hah> Idióták. De ha már tudomány, és az előző cikkel kiütötted az én egyik cikkemet, mert én nem a feldolgozását, hanem az eredeti tanulmányt hoztam, úgyhogy gyorsan áttettem oda azt a linket is, Ugye ez többek között Polóza professzor jegyzi ezt a Covid-dal kapcsolatos felmérést, illetve eh, rockman atomfizikus professzor Mexikóból. Nekem ismerősnek úgy, hogy még egy párszor elmondod a nevét, és én is itt a telefon mellett elmondom. Akkor az isten <laughs> ez most csak bejelöl. <laughs> egy zseniálisan jó, 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 jó fejfigura egyébként. Többször volt szerencsém beszélgetni, meg kocintani vele kint Varsóba, amíg még lehetett menni Varsóba a COVID-tól, mert még nem volt COVID. Egy rendkívül okos, nagyon, nagyon jó kofa figura. Na de! hogyha már tanulmányok, és itt nézzünk ki a fejünkből, hogy hogyan, hogyan egyes magukat tudósnak apostrofáló mengele Frankenstein keverékek, hogyan érzik mégis úgy, hogy ők az akadémia és az akadémiai kutatás oszlopos tagjai. Eh, szembe jött velem egy, eh, egy webes képregény, ami ismeritek ezeket a webes képregényeket, van, amik a Simon vanami van, ami a User-Friendly, egy kis tech cégnél, meg mindenféle ilyen variáció van. Na, ez most tudományos eh, képregény, webes képregény, a Science Fictions címet viseli, és az aktuális epizód, ami elém keveredett, az pont arról beszél, hogy mi a baj a jelenlegi rendszerrel az akadémiai kutatásokat illetően, miféle nyomást helyez a kutatókra csak az, hogy publikáljanak, 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 mert másképp nem jutnak előre a ranglétrán és a presztízsben, és hogy ez a, ez a publikáció dömping a szar, szarabbnál szarabb minőségű ellenőrizetlen szemét, milyen Nyomást helyez egyébként a, a, a sza, ahol ezek megjelennek, hogy már nincs is kapacitás, hogy ezt normálisan ellenőrizzék. Tehát egy ilyen vicces, aranyos, képregényes formába, de nagyon komolyan végigveszi a, a jelenlegi akadémiai e, kutatási problémákat. Nem akarok spoilerezni, akit érdekel olvassa, én, én nagyon jókat kacagtam rajta, hogy, hogy, hogy mik vannak és mi, mikkel élnek a tisztelt tudós kutatók a mindenféle kutatásaik során. Egy jó kis képregény. The New Human Igen, Universe, a, a Csetevara <coughs> Shirts. <coughs> Aspik. An, An evolutionary approach. <coughs> Tényleg nagyon jó aranyos stílusban veszi gorcső alá a témát. Jaj, Istenem, hát ez óriási. Ez Nagyon a nagy hivatkozási kényszer, tehát hogyha ha, ha azt mérik, hogy hogy a te tanulmányodra hányan, hányszor hivatkoztak, és ez adja meg a tudományos rangját, ami, ami egy elképesztő baromság értett, tehát így, így, Einstein maradt volna valószínűleg a periférián, vagy nem, nem tudom, tehát, hogy... Igen, és ez, ez olyan remekül visszaköszönt ezekből a csúcsminőségű elektromos cigarettás és ártalomcsökkentés tanulmányokból, amikor így megnézed a hivatkozásokat, és, és meg, 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 meg rokonaikat, barátaikat és üzletfeleiket hivatkozzák, mint ahogy a kedvenc kaliforniai nyugdíjasunk is szereti a Korábbi jó minőségű munka az eredményét, amit aztán elkezd a WHO is, a, ah, édes Istenem, iszonyat ördögi kör ez az egész. Ez a, Krisztián, tudod, hogy megy ez az a, Amikor két vagy más között, hogy figyelj már, is küldjék kettőt, aztán valahogy fonjuk már bele egymás baj hivatkozásainkat. Oh, oké, okay, köszi. <SZ> hát, régen, régen, nem ez volt oda a weboldalakon, hogy, hogy ha beteszed a, az élén is, beteszem a tiéd. most kapcsolok. De semmi buzulás, buzulás az nem. De, de semmi buzulás. Tulajdonképp most a, a, a tudományos kutatásaikat seózzák. Ennyi. Gyakorlatilag igen. Szerintem az a paradicsomlé többet ért, amit most megittem, mint ezek a kutatási anyagok. <laughs> Aki egyébként nem jártas, a, a, mint ahogy én sem, csak a, az akadémiai színfalak mögött meghúzódó motivációkról és egyebekről, ez egy abszolút olvasmányos jópofa formában elmagyarázza, hogy mi, mi, miért lehet az, hogy futószalagban jönnek le ezek az elfogadhatatlanul hulladék szar junk science tanulmányok. Pont tegnap volt a Big Bang, hát én kérek elnézést, szinkronos változatát néztem a Comedy Centralon és ott volt. Ki nem, be. Mond, ki nem mond a címét, mert azonnal diszkonektelek. Mire gondolsz? A magyar címére? Igen. Hát, ne, ne, nem, azért legyen már tartásunk. <gül> <Jó>. <gül> De hogy abba volt ez, hogy felkínáltak egy, egy állandó potató professzorként. És akkor mondta a Sheldon, hogy na hát, és akkor abban mi a kihívás, vagy hogy azért járjak be, hogy tudom, hogy úgy is alkalmaznak? Hát nem. Kutatni kell. Azt mondja, azért kapnék pénzt, hogy bejárok, és ugyanazt csinálom, mint most csak még élvezném is a biztonság érzetét. Azt mondja, igen. Akkor megpályázom. És akkor mikor odaviszi a a dékánnak a könyvet ajándékba. Az afroamerikai dékánnak viszi a könyvet, gyökerek, tudod, és így hát de maga is színesbőr, venni szereplő is színesbőr, mm, szerintem ennek a beszélgetésnek itt vége van. Aha, <laughs> már is neki kezdene olvasni? Nagyon jó! <laughs> <laughs> jaj Istenem, úgy hiányzik az a sorozat, jaj! De mielőtt sorozatoznánk, nekem volt még múlt hétről egy destanciám. ugye nem emlékeztem pontosan, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, csak volt egy emlékem arról, hogy olvastam egy e-mailt, amiben azt feszegeti e, valaki, hogy mekkora hülyeség, hogy a, a, az elektromos cigaretta aktivisták, támogatók, meg az egyesületek, meg ilyesmi ők a dohánycégek e, bábfigurái lennének. Úgyhogy leültem a hétvégén, és elkezdtem megkeresni azt az e-mailt, és nem találtam meg. Végigböngésztem két levlistát a teljes trash folderemet, a teljes inboxomat két hónapra visszamenőleg, és rácok, nem találtam meg azt a nyomorult e-mailt, úgyhogy vagy álmodtam, vagy nem tudom, de határozottan emlékszem rá, hogy én ezt olvastam. Úgyhogy nem tudtam utána nézni a pontos adatoknak. Nagy vonalakban van, amire emlékszem, úgyhogy akkor most már nem húznám tovább, és elmondanám a gondolatmenetet mögötte rejtés számomra, hogy az, az az e-mail hova tűnt, mert tudom, hogy az egyik nikotinos levlistáról jött, és az egyik tudós küldte. Teljesen magam alatt vagyok, hogy nem sikerült fölkajtatnom. Minden esetre az eszmefutatás az arról szólt, hogy ugye előszeretettel sütünk ránk azt a bélyeget, hogy a szócsövei, bábiai és eszközei vagyunk a dohány cégeknek. Amikor arról beszélünk, hogy négy és e e e e a többi, és e a többi. Na, és az es eszmefutatás az arról szólt, hogy kijött egy tanulmány, és mivel nem találtam meg az e-mailt, ezért nem emlékszem, hogy ez most a Philip Morris, vagy az Altria, vagy mi a fene, de ugye ezek részvénytársaságok, e le részvénykereskedelemben, nyilvános részvénykereskedelemben vannak a részvényeik, és ezért e időről időre elkészítenek egy ilyen részvénypiaci kockázat elemzést, hogy a következő időszakban miféle e külső kockázatok lehetnek negatív hatással a cégnek a, a részvényár folyamára. És mindenféle egyéb tétel mellett ott volt eléggé hangsúlyos helyen benne az, hogy a dohányzás csökkentése, úgy mint elektromos cigaretta népszerűségének a növekedése és térnyerése. Tehát ezek a cégek alapvetően a dohánycégek részvénypiaci kockázatként tekintenek rá, illetve a részvénypiaci kockázat elemzők egyértelmű kockázatként tekintenek arra, hogy jó, hogyha az csökkentés és az több közte az elektromos cigaretta népszerűsödik és terjed. Na és akkor ebből, az eszme, ebből jött ki az eszmekutatás, hogy itt van feketén-fehéren, hogy minden, amit mi most itt csinálunk, mindenki más, aki az ártalomcsökkentés és az elektromos érdekében tevékenykedni próbál, az gyakorlatilag keresztbe tesz a dolgok, és kockázatot jelent az ő piaci árfolyamaikra. Ezek után, hogy a viharba képes bárki azt az elképesztő állítást tenni, hogy mi a dohánycégeknek a, a kesztyű és eszközei lennénk, amikor minden, amit teszünk, ellentétes a dohánycégek érdekeivel. Erről szólt igazából a, a, az eszmefuttatás. Mit gondoltok erről? Na, akkor én, én el, elmondanám az én eszmefuttatásomat erről a, a sztoriról. Két két alapvető ö, helyen hibádzik. Én nem tudom, ki írta ezt, a, ezt az eszmefuttatást, de két, két alapvető problémája van. Az egyik az, hogy a, 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 dohányipari befektetők már rég nem azt nézik, hogy egy dohányipari cégnek mennyi a, a cigaretta vagy a dohányforgalma. Tehát ha te, ha te befektető vagy, akkor te a jövőbe ö, tekintesz, és nem, nem azt nézed, amit egyébként, nem tudom, most leűsz januárba, és meg fogod mondani, hogy decemberben mennyit fognak forgalmazni. Ugye pont a dohányfogyasztás az, ami, ami szinte nagyon jól belőhető a fogyasztószám, az előző évi fogyasztás és minden alapján, tehát bármilyen ö, ö, statisztikát nézel, ö, ö, most így mondok valamit, Amerikában azt hiszem utoljára egy ilyen statisztikát olvastam, pont a, a Reynolds kapcsán, hogy Amerikában 4-5 százalékra jósolta a Reynolds a 2020-as piac zsugorodást a dohánytermékek kapcsán, és ez nem történt meg a COVID miatt. Szerintem, ez az én véleményem, nem ezt nézik, hanem azt nézik, hogy az adott dohányipari cég milyen innovációkkal áll elő. Vagyis a, mi, mi az, ami ami előre mutat. Azt mindenki tudja, hogy a hagyományos éghető dohánytermékek piaca zsugorodni fog, mindenféle a emelések, a, az egészségpolitika, a, a füstmentes Európa víziója, tehát egy csomó dolog azt vetíti előre, hogy Európában, és aztán persze a világ, is valószínűleg egy 50-60 éven belül meszeltek a, hagyományos dohányterméknek majd az ilyen parciális dolgok meg fognak maradni, mint a szivar, a pipa, tehát a, ami most is egyébként ö, töredékét adja a, a szálas dohánytermékekhez képest a piacnak. Úgyhogy itt szerintem egyébként sántít ez a fajta érvelés. Egy én, kérdésem én lenne, inkább... mielőtt, mielőtt folytatok, hogy ha ezt tudják a dohánycégek, tudják a... a a részvényesek, tudják a befektetők, hogy nem ez a szempont, akkor miért nem tudja ez egy részvénypiaci kockázat elemző euh, cég, akinek szintén ez a dolga? Tehát, hogy miért szerepel akkor ilyen szignifikáns helyen a kockázatok között az átlagom csökkentés térmérése? Hogyha mindenki tudja, hogy nem ez számít. Nekem ez Benne, egy kicsit csak ezt. Hát ha egyrészt, ha megnézed a dohánycégek kommunikációját, akkor, akkor a dohánycégek is elkezdték átvenni az elektromos cigaretta közösségektől azokat a, a jelszókat és a zászlójukra tűzni, amit mi már tíz évvel ezelőtt is mondtunk, hogy az ártalom csökkentés, a, a, füstmentes jövő és a, a leszokás támogatás az, ami köré szerveztük annak idején az elektromos cigaretta fogalmat. Ugye, aztán ezt itt szépen átdobták ugye a a dohánytermék csoportkörbe, de még, még, most is azt mondom, hogy még mindig jobb, mint ha ipar ö, csapott volna le erre a, a sztorira. Na de ö, visszatérve a te kérdésedre, hogy egy kockázat elemző miért, miért ö, tartja ezt kockázatnak? Nyilván ők azt tartják kockázatnak, hogyha ha ez, a, ez a bővülés hirtelen és nagy mértékben következik be. Tehát senki, senki nem gondolja azt egyébként, hogy holnap után mindenki elcigarettázni fog, de ha, ha a, a törvényi szabályozás olyan lenne, amilyet mi szeretnénk, ugye, hogy mondjuk olyan helyeken lehessen elcigarettát használni, ahol például a hagyományos dohánytermék tiltott, vagy esetleg legyen mondjuk tényleg ez már ilyen utópia számomra, mint ahogy annak idején volt ott, hogy volt egy kocsmában, vagy egy vendéglőben, vagy egy vendéglátó helyiségben dohányzó, meg nem dohányzó, hogy lenne füstmentes, vagy füstmentes, lenne füstmentes rész, meg, meg abszolút nem, dohányzó részt, tehát hogy a, az új típusú ö, füstmentes termékeket lehet fogyasztani annál a három asztalnál, vagy négynél, vagy az ablak mellett, vagy mit tudom én. -e. Ugye most az van, hogy a teraszokon bármit csinálhatsz. <kül> Mert az nyitott helynek számít, de ha valaki még emlékszik a megszorításoknak a fokozatára, akkor volt egy ilyen fokozat, hogy zárt térben megfelelő légcsere mellett volt dohányzó meg nem dohányzó rész. Mint ahogy régen a vonaton volt dohányzó meg ja, nem, nem dohányzó ja. rész. Ezt szerintem egyébként az e-cigarettára meg a HMB-re meg lehetne minden tovább mindenkit csinálni, mint ahogy egy, ugye a munkahelyen is jó lenne egy olyan dohányzó ami nem, nem a dohányosoknak van, hanem a az eszközök használóinak. <kül> Tehát szerintem inkább a kockázatelemzés erre vonatkozik, hogyha hirtelen ö, megnőne, de azt látjuk, hogy nem fog, mert a, a szabályozási környezet egy kalap alá veszi. Lásd, ugye most a legfrissebb ez az európai hosszú távú rákterv, amiben gyakorlatilag ö, ugyan azt a besorolást kapta az e mint a, az ék, éghető dohánytermékek, és pont leszarták az összes tanulmányt, ami ezzel foglalkozik. A, a másik dolog, meg ami számomra egy kezd körvonalazódni, hogy hogy itt mindenki összekever mindent mindennel. Tehát egyszer vannak a nagy multinacionális cégek, nekik megvannak az üzleti terveik és a, a jövőben való építkezés. Ennek az egyik építkezésnek a, az eszköze, az elektromos cigaretta, a HMB és a, és a SNÜSZ, vagy hívjuk nikoténpecsnek, tök mindegy, de hogy egyébként a, a piac nagy részét még most is a pici cégek adják. Azok a meg azok a, a kis emberek, akik elkezdték annak idején az elektromos cigarettát, és kinőtték magukat gyártóvá, forgalmazóvá, kereskedővé. <hül> Tehát nem, nem, nem kéne összekeverni, és most egyébként ez folyik szerintem nemzetközi szinten, összemossák a, az elektromos cigaretta kapcsán a multinacionális cégeket, és a és az, azokat a kis cégeket, akiknek semmi közük a, a multinacionális lobbyhoz. <coughs> nekem, nekem ennyi a, a véleményem erről a, az egész dologról. Stint, tennék még egy panyalt, és egy kicsit finomítanám az összmegkutatást, hogy gyakorlatilag akkor, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy a dohányipari cégekre, a nagybetűs dohányiparra, ahogy hivatkozni szoktunk rá, igazából ez egy túlértékelt kockázat a részvény árfolyamok szempontjából, mert hogy nem realisztikus az a szenárió, hogy az olyan gyorsan akkora hatásokat érne el, hogy az akkora impaktot gyakoroljon rá. Abszolút, szerintem. Viszont az eszmefuttatásnak az az oldala, ami, ami engem megfogott igazából, amikor Bemegyek a bíróságra, és azt mondja nekem az alperes ügyvédje, hogy én egyértelműen a dohányipar szekerét tolom azzal mindennel, amit én csinálok. Hogy ebből az aspektusból nézve, hogyha meg a, amit én szeretnék, és ahogy te mondod, hogy nem realisztikus, de hogyha amit, amit én szeretnék, amit te szeretnél, amit mások szeretnének, így ezen a fronton, hogyha lenne egy varázspálcánk, és egyik napról a másikra meg tudnánk valósítani azokat, amit te is elmondtál, hogy visszacsinálni, másképp csinálni, stb., akkor megvalósulna az az egyik napról a másikra történő drasztikus változás, ami már drasztikus lehet nekik is, tehát gyakorlatilag leegyszerűsítve a dolgot. Amit én szeretnék, hogyha azt lehetne úgy, az valóban egy elképesztő, hatalmas kockázat lehetne a dohányiparra, hogyha ez megvalósítható lenne. Tehát gyakorlatilag amit én szeretnék, és amiért én törekszem, az továbbra is 180 fokos ellentétben van ezeknek a cégeknek a, a, az érdekeivel. Szerintem az, ez, ez, számomra ez a szépsége ennek az futtatásnak, hogy feketén fejére nyilvánvaló, hogy amit én csinálok, annak, Húra áras, semmi köze nincsen a par érdekeihez. En, engem ez fogott meg ebben, nem az, hogy most mennyire realisztikus vagy, mekkora kockázat valójában az az egész. Ö, ugye, a, a, ha nézed a fogyasztói piramist, akkor ott a, a cigaretta valahol a legtetején van. Tehát az a legutolsó, amit elhagynak a... A, ha megszorulnak a, az emberek, és ezt látod te is, hogy a közmunkás azért 45 ezer forintos fizetéséből csak kispályzója érted az, az ilyen-olyan-amolyan -olyan, olcsósított Igen, én, én is voltam kispénzű kamasz még emlékszem ezekre a prioritásokra na. <haz> <haz> a cigarettára mindig volt és, és ami szerintem egyébként tehát azzal nem tudunk mit csinálni hogy hogy összemosnak minket a... a dohánycégek szekértolóik. Tehát egyébként nem is értem, hogy nekünk uh, hol van, vagy hol lesz, ó, csak lenne, gondolom magamban, akkora lobby erőnk érted a kormányzatokra, a politikusokra, <gül> <gül> mint egy-egy multinacionális cégnek, nyilván nincsen. Ez pont olyan, mint amikor valaki benyögte nekem, hogy, hogy de mer a, a dohánycégek korruptak. Hát uh, az a uh, E Európáról valószínűleg közép-keleten egész másképp működik a dolog, de hogy Európában a a pont ezek a cégek azok, akik egyébként egy ilyen kockázatellemzés kapcsán borzasztan vigyáznak arra, hogy korrupciós bűn vagy vád ne érhesse őket. Illetve ha emlékszel, ha emlékszel a, a, a nagy kutatásokra, amilyen sejtszintű, meg, meg tüdősejtes ö, ö, sztorik voltak, már meg nem mondom, hogy a vezette azt a kutatást, és ez mennyire leszarták a tudományos közösség, mert azt egy dohánycég csinálta, holott az sokkal becsületesebben és tisztességesebben. A leg, legtranszparensabb kutatások <laughs> egyikre. Igen, igen, tehát, hogy pont a dohánycégek azok egyébként, akik baromira vigyáznak ezekre a, a sztorikra, hogy ne így legyen. Illetve ha ezt valaki normálisan nézi, akkor azt látja, hogy elektromos cigaretta az egy közösségi eszközként indult, van egy baromi erős közösség mögötte, akik nem a dohánygyárak uh, szekerét tolják, de még csak nem is a dohánygyárak cuccait használják. Ugye ez akkor lenne igaz, hogyha 100 elektromos cigaretta fogyasztóból 90 valamelyik multinacionális cégnek a termékét használna, és az, a, az a, 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 helyzet egyébként, hogy 100-ból 5, ha használ multinacionális uh, cég termékét. Tehát mindenki, vagy a kisgyártók, <kül> vagy a fölújítható, vagy az innen-onnan-amonnan beszerezhető legújabb termékek uh, körét használja, aminek ugye szembe megy, megy ezzel az egészel a TPD a hat hónapos várakoztatási idejével, és egyébként meg a, a felhasználók azok pont leszarják ezt a, ezt a történetet. Tehát, a, annyira abszurd, am, amikor ezt hallom, hogy mi a dohány uh, múltik szekerét, hogy Basz meg, tehát, hogy ez olyan, mint hogyha azt mondaná valaki, hogy a Forma 1 a ferrari én egy biciklivel segítek be. Érted? Nonsense, na. No. Igen, igen. De még, ez mégsem akadályozza őket abban, hogy, hogy ilyen ügyeségeket beszélnek. Onnan jön egyébként szerintem ez még mindig a WHO dohányzás ellenes keretegyezmény oldaláról jön vissza, azt hiszem, az 5.3-as cikkeje, hogy mindenkit el kell hallgattatni, aki, aki, aki dohánycég, és ugye az e-cigaretta nikotén, a nikotén akkor dohány, ha dohány, akkor dohánycég, és így Igen. húzzák ezeket. Van akváriumod? Buzi vagy, ennyi. Pont így, pont így, csak hogy e erre a, tudjuk, hogy mennyire abszurd, abszurd ilyen logikai bakugrásokkal eljut három lépéssel később egy teljesen elképesztő baromságig, de mégis, hogyha mondjuk elmész egy tévébe vagy valami, hogy fölmerülhet az a... Tehát emberek képesek készpénznek venni, hogy ah, igen, úgy néz ki, mint a dohányzás, nikotin van benne, akkor igen, ezek biztos titokban a dohánycégek szekerét tolják, de mégis, és tökre örülök, hogy mondtad, hogy nem realisztikus, mert tényleg, hogyha máró holnapra sarkából fordíthatnánk ki az egész világot, és olyan világ lenne dohányzás általom csökkentés terén, mint amit mi tényleg szeretnénk, csak nem tudunk elérni, mert nagyon picik vagyunk, akkor a dohány cégek kurva nagy szarba lennének, és, és, mondom tényleg, engem csak ebbe a rendkívül egyszerű eszmefuttatásba ez az aspektus a fogott meg, hogy így, így rávilágít, hogy hogy ez egy baromság. Na, ugorjunk a, a filmes szekcióra. Ugorjunk. Mi történt veletek a szórakoztatói baromság? <laughs> varázslatos világában. Képzeld el, megnéztem az Űrszemetesek című filmet. Gondoltam, leg, legalább lesz valami a tarsajomba, amikor ehhez a részhez érünk. Uh, nem tudom, tehát uh, tényleg látványos egyébként, tehát a CGI az nagyon ott van benne, és nagyon profin meg van csinálva, de egy ilyen picit bugyuta, kicsit uh, ilyen cukis történet uh, van elmesélve, uh, Amúgy nem rossz színészekkel, tehát szerintem egyszer mindenféleképpen érdemes uh, uh, megnézni. Nyilván nem, nem ez lesz a kedvenc science fiction filmed, de de jó amúgy. Tehát egy-egynek egy, elmegy. Elnézést kérek, va, va, valaki ráült a kaput Nem a haverod, aki telefonált. A no, haver kezdett. Ha. Az nem véletlen, nem véletlen, csörgök. El a Csomagom jött, srácok. De is rosár. Na, élőben nyitjuk okay. ki. Be right back. Valaki ráfeküdt. Csomagom jött. Csomagom jött. Végül is fél 80. van, tehát szerű. Az mondjuk én, lehet, hogy leakasztanék a postásnak egy maflást, hogy csönget egy csomaggal. Nem ki az ajtót neki. Ja, nem, nem csomag jött, Krisztiánt adták föl szerint. Elvitt a futár. Ja. Azt a hangot. Fú, de röcsög. És Charlie, mit néztél? Kérlek szépen semmit, de legigá... semmit. leginkább a, ugye a vizavit néztem, ledaráltam a negyedik évadot, most van az ötödik eleje és elkezdtem a blacklistet, de nekem már ez, ez nagyon varázslat, ez a, ez a fölrobbantom a kórházi részleget azért, hogy a, a Reddington-t kinyírjam, tehát ez nekem már FBI ügynökként, úgyhogy részlemről ennyi. Milyen csomagod jött? Lemaradtam a Blacklist-es szekcióról csomagom jött, nem számítottam rá, hogy megjön ma, magyar posta, de lelki, rettenetesen lelkiismeretes postás volt, mondta, hogy reggel út a talpon és elnézés, hogy ilyen kés, azt hazudni, hogy elromlott az autó, és nem tudta kiszállítani, meg nem voltak otthon, hanem ő kiszállítja. Úgyhogy ez nem szarozott, ez kiszállította nekem a kis csomagomat, elővettem a kis exacto és mindjárt megnézzük, hogy mi érkezett nekem, vannak sejtéseim róla, hogy mi lehet ez és is legalább annyira izgultok, mint én. Női örömszerzőnek kicsi. Ez. Ja, akkor nagy. Ó, ó. Ó, mi minden van itt. Rettenetesen jó be van csomagolva. Megjött az airbrush tűd. Nem, az már megérkezett korábban. Kínából is. Még több doboz. Öregem. Egyre több doboz. Tadám! Festékek, festékek. Vale festékek. Isten bizony, azt gondoltam, hogy összüvit. <sínt> nem, bár... El lehet szívni ezt is. Ez 17 milliliteres űrtartalmú. Ez túl durva. Ezt nem lehet odaadni el cigarettásoknak. Meg kell állni tíznél. Ne hülyeskedj. <sínt> van egyszer egy egy skarlátom, ö, dugóbarna. dugó Mi, barna. Milyen az a dug? Parafa. Paparafa dugó barna, igen. Aztán itt van egy zöld patina. Gondolom, ez kizárólag nekem. Próbálok olyan érdeklődő arcot vágni hozzá, de... Hm ó, ami a műanyag cement, műanyag figurák ragasztásához, valamint, és ezt már nagyon vártam, műhó effekt talajokhoz. Krisztián, értékeljük. Műhó. Szórt körbe vele a lakás. Én rettenetesen örülök neki, mert van egy pár új figura a Sky ami kimondottan ilyen víz, jég, elementek oldaláról ö, jönnek, és nekik havas talajt kell csinálni majd. ah fuck yeah! Hát le a kalappal a rettenetesen lelkiismeretes postás úr előtt, hogy még ilyenkor késő este is kihozta a csomagomat. Fifika, négy darab festéknek örült így a mújó. <laughs> meg a műhó. A fezhó Na. és a ragasztó. Na, az már trúváj, a műhó. Meg ez nagyon fancy, mert ez ilyen, hogy hívják, ecsetes applikátora van, meg minden. Aha. Mint a precízen lehet. nők már évtizedek óta használják a körömlaknál, ugye? Olyan. Igen, 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 igen. És te ah. hogy tudsz neki örülni? Látod? Rettenetesen. Ha nő lennél, hogy unnád, ó, megint egy ecsetes applikátor, nem lehet valami exkluzívabb? És ma két csomagom is jött, csak az egyik Hú. már korábban is megjött. Meglepetés meglepet abban is festék volt. Ne spoilerez, ne spoilerez. Na de sorozatozunk, ti akkor kipipáltátok a sorozataitokat? Igen. Igazából Nekem csak a blacklistet mondtam, mert más nem néztem, egy, két darab részt, úgyhogy... De hogyha még a... Hogy hívják, tartasz a kórházbeli robbantásnál, hogy pont a végére ideértem, akkor itt már azóta vannak új részek, lehet Igen. javaslom nézegetni, Ez izgalmas, izgalmas, fejlemények váratóak. Nekem ilyen sorozataim vannak erre a hétre, nem tudom, hogy miért, de így esténként nem volt kedvem a megszokott sorozataimat nézegetni, sőt, a nem ném kategóriából ugye vége a, az Expans aktuális évadának, és most így hirtelen nem, hogy, hogy lesz-e folytatás, vagy nem lesz folytatás. Én nagyon remélem, most így össze Kuszálódnak a fejembe az emlékek, hogy lesz a következő évad. Nekem rettenetesen tetszett ez az évad, nem akarok spoilerezni. Egészen a léptéket rettenetesen meg, megváltoztatták, az univerzum és más univerzumok, és kapu és egyebekhez képest. Igazából így a, a hazai pályán sem tertéltek az egész évadba, és egy egész más hangulatot kölcsönzött ennek az évadnak ez a, ez a közelebbi. Naprendszeren belül maradós storia a dolognak, de nekem nagyon-nagyon tetszett. Sokkal több fókusz esett a, a a személyes konfliktusokra, az egymás közötti viszonyokra nem ilyen grandiózus, világmegváltó dolgok voltak benne annyira, de nagyon jó volt. Na de a No Name sorozataim, amiket így, így nézegettem, így szemezgettem a Netflixből, hogy eh, ez mi lehet, ez mi lehet. Tényleg nem tudom, hogy miért volt ilyen hangulatom, de mondom, nézzünk valami újat. És néztem egy képregény adaptációt, ami az October Faction névre hallgat. Ez az én szokásos, szokásos kedvenc stílusú történetem, ez az urban fantasy korunkban játszódó misztikus, szupernaturális történet. Igazából most így le is esett, hogy ezt kimondtam, hogy mióta vége a supernatural azóta keresem szerintem a, a következő sorozatot, ami betöltheti az űrt ebben a, 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 stílusban. És hát az October Faction az egy képregény adaptáció, igazából egy ilyen titkos szörnyvadász közösség mindennapjait követi, és mindenféle bonyodalmak vannak, meg vívódások. Sajnos nem volt egy rossz, rossz sorozat egyébként, igazából tök jó volt megcsinálva. Érdekessége, hogyha valaki a Bones című sorozatot Dr. Csont néven futott, talán magyarul, ha Igen. jól emlékszem, borsalmasak ezek a magyar címek, de hogyha a bones nézte valaki, akkor ott volt a a fekete színésznő, aki a Dr. Szarajánt játszotta, aki a kutatóknak a főnöke volt a Smithsonian-ben, ő, ő, ő az egyik főszereplő ebben a, a, a sorozatban, és egy tök jól összerakott, tök érdekes sztori volt igazából, tök jók is bontogatták, de sajnos egy évad után kasszát kapott, úgyhogy nem lesz folytatása. Ez volt egy ilyen kis egy évados valami, amit így a fenekére vertem az elmúlt héten, de ha valaki szereti az ilyen könnyedebb hangvételű, képos, urban fantasy örbenfentezés, szörnygyilkolós, titkos társaságos dolgokat, akkor ez egy ilyen kávé mellé elmegynek, jó lehet, abban a biztos tudatban, hogy nem lesz folytatása. A másik, meg amit elkezdtem nézni, az ugyanebből a bugyorból az Order című sorozat, ami meg egy egyetemen üzemelő, titkos társaságról szól, akik hogy, hogy, nem tudnak varázsolni, és itt még nem bontakozott ki annyira a szál, hogy, hogy mi lesz belőle, de egyelőre ez még így érdekes. Itt a felső határát súrolja az ilyen tinédzser drámás sztoriknak, amik kiüthetnék a biztosítékot, tehát hogyha ilyen nagyon tínédzser, high school, stb., az, 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 már nem az én korosztályom, de ez pont szerencsére a felső határa súrója, úgyhogy még számomra is élvezhető. Ezt nézegetem most, és még egybe belekeztem, ami viszont abszolút a, a, régi stílusú Sabrina Atini boszorkány minőséget hozza, az a Bureau of Magical Things című Holmi, szintén a Netflixről, ahol egy, egy tinédzser kislány hirtelen belecsöppen a, a mágia világába, még mesehabbal nagyon bugyutás valami úgyhogy hogy azt szerintem pillanatok alatt fogom végezni. De hogyha valaki esetleg nem tudom én a gyerkőcének, vagy valakinek keres ilyen vicces, tinilányos mágiás, holmit. Egy kicsit reménykedtem benne, hogy valami Harry Potteres es dárkosabb vonalat képvisel talán, de, de nem, ez kimondottan az a középiskolás, tínédzser vonal. Ezek vannak nálam most így az elmúlt héten. Azt az Oktoberfaction-t néztem szerintem, nem néztem végig, de nekem nagyon betegnek tűnt az. Elmegyünk, mindent megölő család vagyunk, és a, tudom is én, a nagy bevásárlás közben még lehentelünk egy három-négy szörnyet a helyi Walmartban. Úgyhogy... Fura volt nekem. Akkor nem is folytatom. Minek? Elkaszálták? Elbizony. bizony. úr? Én már elmondtam, megnéztem az űrsepregetőket, én más nem Nem néztem meg. Én up-to-date vagyok Blacklistből, tehát tényleg lesznek még azért jó ö, részek benne, úgyhogy szerintem érdemes lesz tovább nézned. Van még négy, négy órám ebből, úgyhogy azt ledolgozom, mert szerintem két rész, kettő vagy három elmaradásom van. Három, Sza, három neki, oza. Charlie, mert Elizabeth Keen következő fokozatra kapcsol a orralá borstörés. Ö, ott, ó, igen, az megvan, hogy a magárepülő és a 36 millió. Aha. Odáig meg vagyok, de annyira tudtam azt, annyira tudtam azt. De, de zseniális, tehát az a... Nem tudom, ki -e a Reddingtonnak, aki a vallató mester, tudod? Aha, és az öreg kecskével. Megy egy kecskével, <coughs> és egy kecskével, ki vallat? Megy egy megy egy, -egy keskével, és a következő snitbe egy ilyen tetőtől tartó vérbe borított megtörtem. ember. <laughs> és akkor <majd gül> ezt... Ez az az nem gyere, volt Nem volt ma éhes a kecske. <gül> <gül> az mindig, mikor megláttam azt a palit, tudom, hogy ó, most zseniális lesz. Tehát mindig olyan dolog, hogy kecske, galamb, nyúl, meg és így látod a faszit kikötözve a, a, a kerítéshez, és így meg csapzott a nül, Reddington ráteríti a takarót, ne haragudj, ne haragudj, hát az zseniális volt az a rész, óriási. Jaj. Jó. Jó van, fiúk, húzzuk be a kertkaput, mert nekem még ma dolgoznom kell. Neked mindjárt meló, igen, már, már, már sípol a kürt a gyárban. I igen, úgyhogy Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, Patreonok, Hello és jövő héten találkozunk időben, mert nem fogok dolgozni. Remélem, hogy addig futni, és meg tudom kaparintani a jóféle dobozokat, és azt a gyönyörű halkot, amit ma is megcsodálhattam egy feltöltött fotódban. Úgy legyen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok! <laughs> Thank <laughs>